Befejeződött az alapellátások fejlesztése a Sárospataki kistérségben című Európai Uniós támogatással megvalósuló program. A pályázatot még a kistérség nyújtotta be, majd a munkaszervezetet érintő változásokat követően Sárospatak város önkormányzata vette át a program megvalósítását. A pályázat részeként felmérték a térség szociális helyzetét, továbbá reagáltak az átalakuló ellátórendszer sajátosságaira is. A képzéseken túl, a szupervíziókon túl, a felméréseken túl elkészült két igen fontos dokumentum is, ez Sárospatak város szociális térképe, és ebből következtetve a szociális szolgáltatás tervezési koncepció, ami a város szociális ellátása tekintetében kötelező feladat. A program legfontosabb eredményeit ismertetve hangzott el, hogy a következő években várható változásokra, szociális ellátásban felmerülő újításokra is reagált a projekt. Hiszen olyan fontos területet érint, amely a város szempontjából különösen a jövőben igen komoly feladatokat fog ellátni, a szociális ellátórendszerről van szó. Sajnos tudjuk azt, hogy városunk lakossága elöregedett, nagyon sokan vannak, akik rászorulnak már a szociális ellátó hálózatra. Ennek a szakember képzésére irányul ez a projekt, és ebből nagyon sok fejlesztést tudtunk elérni, azáltal, hogy a szakembereket képeztük, különböző akkreditációs képzéseken vettek részt. A városban alapvetően a gondozási központ végzi a szociális alapellátásokat. Az ott dolgozó szakembereket is bevonva a programba alakult ki az ügyfélközpontú rendszer. Alapvetően kialakult egy olyan adatbázis, amiből lehet úgy dolgozni, hogy pontosan az igényeknek megfelelő szolgáltatást kapják meg az emberek. Igyekeztünk összekötni a pénzbeli és szolgáltatási ellátásokat, megpróbáltuk végig gondolni azt, hogy az adott családnak mire van szüksége, és ehhez próbáltuk igazítani a szolgáltatási struktúrát. Ennek a pályázatnak az is eredménye, hogy nemrég Sárospatakváros képviselőtestülete elfogadta a szociális szolgáltatás tervezési koncepcióját, amelyen szabályozza a városban működő a lakosság ellátását végző szervezetek működését is.